Második alkalommal szervezték meg a Rózsakerti Tagovoda dolgozói az Ovi Mozgató Fesztivált a Dél-Budai Jég és Szabadidő Centrumban. Április 22-én Orbán Judit, az Egyesített Óvoda vezetője, és Dankóni Hegedűs Jolán alpolgármester köszöntötte a gyerekeket és a szülőket. Ennek a mai napnak az volt a célja, hogy a gyerekek felhőtlenül és boldogan tudjanak mozogni, mindenki a saját képességének megfelelően, semmiféle versengés vagy egyéb ilyen dolgot nem szerettünk volna ebbe a mai napba belevinni. Az a lényeg, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és mozogjanak. Mind a 14 tagóvoda nagy csoportos gyermekei részt vettek a vidám, játékos délelőttön. A mai napra 7 állomást terveztünk, és úgy csináltuk, hogy az egyik mozgásosabb legyen, a következő egy kicsit pihenősebb. A futástól egészen az egyensúlyozó gyakorlatokon át gördeszkával mozgás, dobás feladatok voltak. Volt floorball is, amikor az ütővel és a floorball labdával ismerkedtek a gyerekek, kúszás, mászás, egyensúlyozás, úgyhogy azt gondolom, hogy elég sokrétű volt a mai délelőttön a mozgás lehetőség. Én azt gondolom, hogy a mindennapi mozgás és a nagy mozgás révén kell, hogy ilyenekkel találkozzanak a gyerekek. Én a saját óvodámról tudok beszélni, azt tudom mondani, hogy nálunk ugyanezekkel az eszközökkel dolgozunk a mindennapokban is, úgyhogy a rózsakerti óvodások ezeket ismerik, és ezeket a mozgásformákat szokták gyakorolni nap mint nap. Itt 4-7 éves gyerekekről beszélünk, itt az egyensúlyérzék fejlesztéstől a nagy mozgáson keresztül, ez mind-mind nagyon fontos, de ha a gördeszkás pályát nézzük, akkor ott a finom mozgást is gyakorolhatták a gyerekek, hiszen a pomponokat és a kendőket a finom mozgással tudták összeszedni és összegyűjteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a finom motorikától egészen a nagy mozgás és az egyensúlyérzék fejlesztés is megvalósult a mai délelőttön. Mind a 168 gyermek ajándékokkal és emléklappal tért haza. Egy kerületi informatikai cég jóvoltából plusz meglepetéseket is átvehettek a gyerekek.